kis szünet után folytatjuk is a Spektrum Home magazint, még maradunk egy kicsit az adományozás vonalán, de egészen más irányból közelítve. Fodor Orsi a vendégünk, akit már jól ismerhetnek a nézők, általában nem ilyen szupercsini ruhában vagy, hanem valami munkás szerkóban, és falakat dizájnolsz, mert azért amit te csinálsz, az már nem falfestés, hanem falalkotás, vagy nem tudom, minek nevezzem. Sőt, hát most már olyannyira falalkotás, hogy ha jól látom és jól tudom, akkor átértél konkrétan a képek alkotására is, ugye? Yes. Igen. Mesélj egy kicsit arról, hogy akkor most mivel foglalkozol, és aztán egy eseményről fogunk beszélni, hogy összekössük a jótékonysággal. Jó, hát először is sziasztok, és sziasztok! Fal dekorációval foglalkozom valóban, inkább már ez a művészeti vonal, mint a falfestés iránya. Emellett rengeteg festményt készítek, szintén ugyanezzel a technikával, egyet el is hoztam nektek egyébként így mutatóba. Ez hogy jött egyébként? Nyilván nem nehéz kitalálni, hogy jött, mert tényleg a falak, amiket festesz, azok is valójában hatalmas képalkotások, de hogy akkor így miért jött az, hogy jó, akkor nem csak falak, hanem akkor kicsit kisebb egy vászonra is ilyet csinálja. Hát ez kicsit ilyen visszakanyarodás, mert én festményekkel kezdtem, aztán bútorokkal folytattam, és ezt kinőtte magát a falak irányába. Uh-huh. És nyilván a falfestés rettenetesen fárasztó tevékenység, főleg amikor 20-40-60 négyzetmétert kell csinálni, tehát a ruháimat igen, kinövöm. Nem kell kondibérletre költened. Hát arra nem, masszőrre viszont annál inkább. És néha jól esik nem ilyen hatalmasban alkotni, tehát nekem ez egy annyira gyönyörű feltöltődési folyamat, hogy amikor nem dolgozom épp egy falon, akkor otthon muszáj, hogy valamit ténykedjek, csináljak, kell ez a feltöltő. Tényleg, tehát nem kimész a kertbe kertészkedni, vagy a konyhába főzni, hanem maradsz a festészetnél, maradok a csak kisebb. Igen. Igazi megszállott, a szó legjobb értelmében. Igen, abszolút, szegény családom. Mind a ketten követtünk téged az Instagramon, és tényleg látszik, hogy te non-stop dolgozol. Tehát tényleg, igen, hát itt posztol, itt vagyok, ilyen fal, hogy találsz erre időt? Nem tudom, az idő talál meg engem valahogy, inkább ez így fordítva van, és így komplett, tehát azt érzem, hogy ezzel komplett az életem, nagyon-nagyon imádom csinálni, tényleg, tehát zsigerileg. Na és akkor mi lesz az esemény? Akkor beszéljünk arról, mert ugye szervezel egy eseményt, aminek a vége kifut majd egy adományozásba, de hát oda valahogy el kell jutni. Igen, ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog. Ez az ötlet abból indult, hogy én tavaly Hollandiában voltam, és a holland mestereknek tartottam egy masterclass továbbképzést, ahol fél óra alatt 55 jegy így hupsz elkelt. 6 óra hossza volt ez a rendezvény, ahol két panelen mutattam be a holland mestereknek az én sajátságos technikámat, mert nagyon, nagyon máshogy dolgozom, mint a mesterek általában. Tehát a falfestőmesterek nagy része rááll egy-két-három fal típusra, és csak azt csinálja. Én annyiból vagyok más, hogy próbálom magam minden interiőrbe, minden stílusba belehelyezni, és igazándiból nincsenek hasonló falaim. Tehát erre nagyon törekszem, hogy mindig mást és mást, és újabbat, és még újabbat, és még ennél is újabbat. Tényleg, amit csinálsz, hogy nem beálltál egy bizonyos dekorfal típusra, hanem te műalkotásokat hozol létre. Ugyanúgy elválasz mondjuk egy Balaton felvidéki kúriát, mint egy teljesen minimalista villát, pontosan, ugye? Pontosan, igen. És ez nagyon-nagyon jól sikerült Hollandiában ez a rendezvény, és nagyon szép tematikára sikerült felfűzni, aminek nagyon jó nemzetközi visszhangja volt, és úgy gondoltam, hogy hát akkor ezt Magyarországon is meg kéne mutatni, mind a nagy közönségnek, mind a szakmabelieknek, és ennek az apropóján született ez az ötlet, hogy akkor november 26-án Tatán a Pálma rendezvényházban, ami egyébként egy iszonyatosan exkluzív helyszín és csodálatos, hogy ott csináljunk egy ilyet. Elég nagy az érdeklődés, ha jól láttam, én is a Facebookról értesülök, mert nem egyedül, tehát egyedül ez nekem nagy falat, mármint a szervezési része. Egy Faltechnika nevezető céggel csinálom közösen, ő intézi ugye a jegyeladást, a háttérmunkát, én pedig adom hozzá az összes többit. És ha jól értesültem a Facebookról, a Faltechnika segítségével, akkor kb. 104 érdeklődő van, és már elég sok jegyel is kelt. De jó.
Úgyhogy, bárki jelentkezhet egyébként? Bárki, tehát ez nem csak a szakmának szól, hanem bármilyen érdeklődés. És mi fog történni? Tehát, hogy akkor itt is felállítasz majd paneleket, és élőben fogsz, élőben bemutatod, hogy hogyan lehet megfesteni egy falat a te technikáddal? Igen, és ezt még összefűzöm azzal, hogy én bevonom a közönséget. Tehát van két panel, van ugye egy adott interiőrünk, ez a rendezvényház, és ahhoz a millióhoz, ahhoz a stílushoz alkotunk két falat, úgyhogy őket is szeretném bevonni, hogy hogyan épül fel egy tervezés, milyen színeket választunk, mi alapján választjuk azokat a színeket, milyen mintákat használunk, miért ezeket a mintákat használjuk. Szóval itt nagyon sok aspektus kell megnézni, honnan jön a fény, a falarányok, hogyan működnek, tehát nagyon-nagyon sokrétű ez a dolog. És ez szerintem nagyon izgalmas, hogy kívülállónak. És mekkorák ezek a panelek? Tehát, hogy tudsz, mennyi idő alatt fogod tudni ezeket befejezni ott? Hát mi 10-től délután 4-ig lőttük be az időt. Nyilván itt a száradási idő lesz az, amivel majd versenyt kell futni. Nem 10-től 4-ig folyamatosan csinálod? Nem. Tehát amíg megtervezzük, föglettelem, szárítjuk szerintem aktívan, hogy gyorsan száradjon, aztán kerül festésre. Ez 6 órában bele kell, hogy férjen, illetve hogy ne legyen unalmas, úgymond a száradási idő, addig egy kiállítással kedveskedek a jelenlévőknek, ahol 10 festményem lesz kiállítva, egy ilyen kis mini interiőrbe berendezve, tehát hogy lehessen látni, hogy a különböző stílusokhoz is milyen gyönyörűen tud passzolni egy ilyen dekorfal. És az adományozás. Igen, hát ez az adományozás. Hát ezt még senkinek nem mondtuk el, úgyhogy itt ez egy nagy bejelentés. Igen, ez egy nagy bejelentés. Ezt a két panelt majd szeretnénk az esemény után licitre bocsátani, és egy Adni Jó Kupa Baráti Kör nevezetű fehérvári jótékonysági alapítványnak eljuttatni az ebből befolyt összeget. Ők időseket, hátrányos helyzetű gyerekeket és állatmenhelyeket támogatnak, és velük elég gyakran szoktunk összedolgozni. Tavaly például egy általános iskolának az auláját festettük ki velük, karöltve a gyerekeket is, bevonva be a tevékenységbe, és mivel művészeti iskola, nyilván be kell ezt a szakmát már vezetni ideje korán. Hát milyen inspiráló lehet. Akkor ezeket a paneleket igazából úgy kell elképzelni, mint hogyha nagy festmények lennének, igen, ugye? Hát 2,5 négyzetméteres hatalmas festmények. Ezeket ki lehet rakni mondjuk egy nagy minimalista loft lakásnak az egyik falára. Vagy egy irodába. Egy irodába, egy fotostúdióba, tehát végül is. Na hát reméljük, hogy minél többen kedvet kapnak, mert szerintem ez egy, a program maga is nagyon izgalmas és érdekes, és ugye a végén a két adományra bocsátott fal elem is nagyon értékes. És akkor még egyszer ismételjük meg, hogy akkor mikor is lesz ez, november 26-án? Tatán, a Pálma rendezvényházban 10-től délután 4-ig, és jegyet kell rávenni, úgyhogy azt pedig az oldalamon, illetve az Instán, mindenféle egyéb fórumon meg lehet találni, hogy hol kell ezt a jegyet megvenni. Mi mindenkit arra buzdítanánk, hogy ha teheti, akkor kövesse be Orsit, hogy vagy fönn az Instán, For You Fodor Orsi, mert tényleg érdemes követni a munkáidat, mert tényleg lenyűgöző. Igen, az is kedvet kap a fal átdekorálásához, aki egyébként nem nyúlna a lakásához, én már beleestem ebbe a hibába, de szerencsére vagy nem szerencsére. Még nem jutottunk el az új falig, de biztos vagyok benne, hogy ez is be fog. Igen. Orsi, nagyon szépen köszönjük, sok sikert. Igen, és mi meg átmegyünk Ginához, megnézzük, hogy a kis állat fekhely, hogy áll. Hogy áll a téli gumiszettem.